Üdvözlöm a Kultúrszoba nézőit! Mai adásunkban visszatekintünk az elmúlt év néhány eseményére. Ezúttal nem a színpadon és nem is népviseletbe öltözve, egy nagyvárosi rendezvényen ropták a Bartina Néptánc Együttes tagjai. A csoport részt vállalt a koronavírus járvány miatt otthon maradtak szórakoztatásában. Amióta a koronavírus járvány otthonmaradásra kényszeríti az embereket, az előadók különböző formákat találnak ki a szórakoztatásukra. A sarokkoncertek vagy a kultúrpercek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy enyhítsék egy kicsit a bezártság okozta szorítást. A Bartina Néptánc Együttes tagjai sem próbáltak március óta. A mozgáshoz és együttléthez szokott ifjúság számára ez legalább olyan kínszenvedés, mint otthon ülni a négy fal között. Az igények egymásra találtak, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, a megoldás is gyorsan megszületett. Igazándiból a táncoktató kollégáktól jött az ötlet, aminek nagyon örültem. Nekem is eszembe jutott, de örültem, hogy ők hívtak fel, hogy ők is szívesen csatlakoznának ehhez eddig sarokkoncerteknek hívták. Ugye eddig koncertek voltak, de hogy most mi is jelentkeztünk picit átért. Más nevet kapott ez a sorozat, ugye ez a kultúrpercek volt, ami szerintem egy nagyon jó kezdeményezés. A városvezetés kapva kapott a felajánláson, egyetlen kérés volt, hogy a helyszínek között szerepeljen a Mérei utcai idősek otthona is, hiszen az itt élők számára minden ilyen alkalom különleges élmény. Ugye mi azt gondoltuk, hogy elég, hogyha csak 5-6 fiú jön, és ugyanennyi lány, de aztán a legvégén szinte a nagy együttes fiaiból majdnem mindenki itt volt szép számba, de a fiatalabbak is szívesen jöttek és léptek fel, hiszen most már mindenkinek hiányzik a társaság. Szinte 2 hónapja ugye nem találkoztunk, csak online eszközökkel. Ott azért tartják a kapcsolatot, de az azért mégsem olyan, főleg egy táncegyüttes életében. Még valószínűleg majd kezdeményezzük, hogy esetleg minden héten legyen egy-egy ilyen alkalom, ameddig ez az időszak tart. Páros táncokat sajnos nem lehet táncolni, ezért a lányok most karikázó dallamokat tudtak csak énekelni. Most legközelebb még azt próbáljuk meg, vannak néhányan, akik együtt élnek a táncosok közül, tehát azt gondoljuk, hogy ők ugye, ha egy háztartásban élnek, akkor tudnak páros táncot táncolni, tehát így csak férfi táncok jöhetnek ugye szóba, és a lányok pedig énekelnek, és még azt is gondoljuk, hogy a kisebb szólistákat is be lehet majd vonni, legközelebb még ezt is tervezzük. Az értékközpontú szemlélet olyan meghatározó jellemzője a megyének, mint a fejlesztési forrásokkal való települési politika, mondta Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke az Új látásmód címet viselő kiállítás megnyitójában. 10 Tolna megyei alkotó kapott meghívást a bűvésztelep ezévi egyhetes programjára. A megyei önkormányzat kezdeményezése, mely Tolna megyei települések összefogásával valósul meg, és a helyi értékek védelme és továbbadása a célja, részeként dolgozhattak az alkotók Úzdon, és állították ki műveiket Sárszentlőrincen.
A megnyitón Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, a kultúra fejlesztése az értékközpontú szemlélet legalább olyan fontos elem Tolnában, mint adott esetben a települések fejlesztése. Az ember alkotásra született, ez a mi mottunk ennek a sorozatnak a szervezésében, és azt gondoltuk, hogy Tolna megyében számos olyan érték van, szellemi érték, kulturális érték, produkció, amelyet érdemes megismertetni mindenkivel, és ezért jöttünk ide ki erre a településre, és azért szeretnénk itt megmutatni magunkat, hogy ebben a táborban is micsoda értékek találhatók, és milyen alkotások születnek majd ebből a történetből. Ha itt körbenézünk, itt azért egy-két dolog már ki van állítva, és hát nagyon kíváncsi leszek arra, hogy amikor a táborra visszatekintünk, akkor milyen eredményeket tudunk fölmutatni. A megyének mindig értékek iránt jelentős volt az affinitása. Azt gondoltuk, hogy az értékeket menteni kell, az értékeket segíteni kell, hiszen ezért leszünk itthon Tolna megyében. Most keresjük azokat az utakat, hogy hogyan lehet a civil szférát megmozdítani, hogyan lehet bekapcsolódni egy megyei önkormányzatnak egy olyan közösség életébe, amely már meglévő és alkot, és hogyan lehet generálni ezeket a folyamatokat, mert néha úgy érezzük, hogy őnekik is szükségük van arra, hogy egy kis támasz, egy kis bátorító szó. Most nem anyagiakról beszélek, hanem arról, hogy itt vagyunk, arról, hogy megnézzük a kiállítást, arról, hogy szervezzük ezt a tábort. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon emberi. A művésztelep szakmai irányításával Könyvkata festőművészt bízta meg Tolna megye. Évről évre erősödik, és ezáltal, hogy fönnmarad, már létjogosult, azt kell, hogy mondjam, illetve hát nagyon jó lehetőség az alkotóknak arra, hogy kiszakadva a mindennapjaikból, hiszen az egy képzőművész élete sem abból áll, hogy folyton a stúdiójában lehet, hanem azért általában dolgoznak a képzőművészet mellett, és ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy kiemelve, felmentve egy picit a mindennapok nyomása alól tudnak szabadon alkotni és közösségben lenni. Nagyon sokszor még emlegetik hónapokig, vagy akár az is egy jel, hogy évről évre szívesen térnek vissza hozzánk. Túlnyomó részt festészetet képviselő alkotók vannak, de van szobrászunk, aki installációkat készít, illetve egy ilyen érdekes kísérleti természetművészetben dolgozó textiles alkotónk van. Úgyhogy elég változatos a társaság, de a festészet dominál. A koncepció az inkább segítség, mert amikor parttalan egy helyzet, akkor sokkal nehezebb gyökeret verni, viszont a művészeknek is támpont lehet az, hogy van egy meghirdetett tematika, esetleg egy-két hívó szó, amihez persze nem kötelező, de lehet kötelezően ajánlott csatlakozni, hogy így fogalmazzak. Idén ez a helyzet is szülte, hogy ezek a hívószavak a túl a bezártságon voltak, és hát, hogyha körülnézünk, akkor szerintem a körülmények is mint egy illusztrálják ezt a két hívószót, direkt terveztük a zárókiállítást a szabadba. Hogy kinek mit jelent a bezártság és a szabadság, sok esetben egy élethelyzet függvénye is. Zicsi Judit festő a gyermeknevelés nehézségei és a vírusjárvány miatti bezártságból szakadt ki. De nekem a bezártság az nem azt jelentette, hogy én otthon nyugodtan ülhettem, hanem a három gyerek ugrált a fejemen, mondhatni így. Úgyhogy nekem itt ez a nyugalom szigete volt, és egy csodálatos egy hét olyan emberekkel, akikkel végre tudtam beszélgetni, mert a bezártság azt is hozza magával, hogy mi művészek kevesebbet tudunk egymással kommunikálni, ugye csak interneten keresztül tudtunk sokáig, de így ez nem az igazi. Van egy kis bibliai utalás az egyik képemen, ez a Nolima Tangere, amikor Jézus mondja Mária Magdolnának, hogy ne érints meg, mert még nem mentem föl az én atyámhoz, és hát ezt kicsit behoztam, ezt a dolgot, ezt a elutasítást, hogy most ne érints meg, de ugyanakkor ugye tudjuk, hogy ő se zárkozott, nem elzárkózásból tette ezt, és még van egy másik pár a képemen, egy emberpár,
akik így kergetőznek, és az egyik megpróbálja elérni a másikat, a másik pedig átszalad előre. Ez pedig ilyen kergetőző gyerekekre utal, játékosan, mert egy iskola udvaron voltunk, Úzdon, ahol kicsit ez a néhai, ezt a szellemet is be akartam idézni, hogy ott ilyen kergetőző gyerekek voltak régen, és hogy ez a fogócska, hogy megpróbálja az egyik elérni a másikat, ez egy utalás. A helyi identitás erősítését növelő megyei önkormányzat által támogatott projektben a továbbiakban is koncertekre, kiállításokra és az értékek tovább örökítését szolgáló vetélkedőkre kerül majd sor. Egy tavaszi elmaradt időpont pótlására érkezett Szekszárdra a Budapesti József Attila Színház Fekete Szárú Cseresznye című darabjukkal. Nagyon örültek a lehetőségnek, hogy kimozdulhattak a kőszínház falai közül, és hálásak, hogy a programot nem törölte, csak késleltette a pandémiás időszak. Akkor még nem tudtuk, hogy ez lesz az utolsó színházi előadás 2020-ban, a Bamics Mihály Kulturális Központban. Mit választ a végén, Irina? Hát, ezt titok. Hát, kit választ? Tudom. Nem tudom, mi? Mennyire ma este. Nagyon fontos ez az előadás mindannyiunk számára. 2012 őszén mutattuk be Hunyadi Sándor Fekete Szárú Cseresznye című előadását, és hát most igazából még aktuálisabbá vált az előadás, hisz a Trianon idejében játszódik a történet délvidéken, a trianoni döntés előtt és a trianoni döntés utáni időszakot öleli föl azt az egy másfél évet, és hát ez most a 100. fordulóján a békediktátumnak nagyon aktuális és nagyon, nagyon érzékeny, izgalmas darab. Nem tudnád magadra kezdeni valamit? Magadban! Nem tudnád bennünket egy kicsit megszeretni úgy, ahogy vagyunk együtt, magyarok? Nézd, muszáj neked azt érezni, hogy te nem vagy idegen közöttünk. Hát volt valaha valaki veled igazságtalan? Van itt kétféle mérték, nem kapnál meg mindent? Kerény Imre tanár úr rendezte a darabot, ő sajnos már nincs közöttünk, de fantasztikus éllel és fantasztikus arányjal állított a színpadra, hisz itt azért egy szerb földbirtokos, a családja és egy magyar főszolgabíró barátsága, és aztán szerelmi háromszög kapcsolatról szól, nagyon leszűkítve a darab, de ami igazából nagyon fontos, hogy emberek jelennek meg, és nem politika, és nem egy ellentét a népek között, hanem pont az a jó, hogy emberek vannak a színpadon, és nem rossz szerbek, rossz magyarok, és jó magyarok, jó szerbek, hanem emberek, akik egy nehéz helyzetben hogyan maradhatnak, és hogyan tudnak emberek maradni. Ez egy annyira szép történet. Az író Szabadkán látott egy két ember között egy pillanatot, és ebből írta meg. Na most elmentem Szabadkára. Megnéztem, hogy a Pest szállónál látta ezt, elmentem a helyszínre, és elképzeltem, lemodelleztem, hogy ő mit láthatott és hol. És nagyon érdekes, hogy volt egy olyan helyszínünk, a Szabadka, ugye, pont ahol ez íródott, vagy ez az ötlet született az íróban, hogy pont annak a végében van a színház, ahol ez a Pest szálló van, és egy sétány. És annyira jó volt így kinézni, és pont ott született ez a pillanat, ahol aztán a színházban játszottuk, és az utolsó állomásunk volt, és talán azt hiszem a legjobb előadásunk pont ott volt a helyszínen. Nagyon érdekes. Nagyon sok olyan alapérzésről beszél, amiről
fontos beszélnünk a barátságról, az emberségről, a hazaszeretetről, tehát sok olyan alaptézist mutat és boncolgat, ami nélkül én azt gondolom, hogy nem lehetünk emberek, és nem maradhatunk emberek. Tehát ezek nélkül, az alapérzések nélkül nincs értelme élni. Hát ez nagyon megfogott, hogy itt egy nőnek kell dönteni két férfi között. És század elejé darab, ugye Trianon előtt és Trianon után vagyunk, ott mindenféle érintésnek súlya volt, tehát az két ember egymáshoz ért, vagy kezet fogott, azt hordozták utána évekig magukban. Tehát itt, mint most ugye mindenkit megölelünk, vagy kezet fogunk, vagy puszit adunk, tehát hogy abban az időben nem volt. Én nagyon szeretem ezt a világot, ezt az eleganciát, ezt a kicsit hűvös távolságtartást és a rajongást, meg vágyakozást a másik iránt. Valószínűleg én nagyon sokat élhettem akkor valamelyik életemben, mert nagyon érzem azt a kort. Úgyhogy lehetne, azt hiszem, hogy oda repülnék vissza. Bizonyos szempontból jókor volt, nyilván a nehézségével együtt, de talán éppen a férfi és a nő között az az elegancia és az a tisztelet, az ami ma már szerintem úgy hiányzik, vagy kiveszett, az akkor még megvolt, és ezt még meg tudjuk mutatni. Látja, ez igen nagyon jól esik. Jól esik az embernek, ha érzi, hogy szeret. Ne értsen félre, nem jött nekem eszem, hogy maga valakit úgy szeressen. Tudom én, hogy nem született a világra még az az asszony, akiért maga megbozdítaná a kis. Most csúfolódik vele? Csúfolódom. Furcsa ember maga. Most, hogy hirtelen rágondolok, nincs is a környéken lány se asszony, akit oda tudnék képzelni maga. Szexárdot nagyon szeretem. Nem először voltunk itt, nagyon jó a közönség. Nekem mindig vannak ilyen furcsa dolgok, ahol megyek vidékre, nagyon sokat járunk vidékre játszani. Én nagyon szeretek vidéken játszani, szerintem egészen mások az emberek. Az, hogy színház van, az még egy esemény. Budapesten is, de ott ugye nagyon sok színház van, úgyhogy lehet válogatni, de itt ez azt gondolom, hogy én legalábbis azt tapasztalom, hogy egy ünnep, ha jön egy társulat, vagy egy előadás érkezik bentről, vagy itt helyileg is készülnek, gondolom, előadások. Szóval ez mindig egy ünnep, az emberek felöltöznek, megadják a módját, egészen máshogy reagálnak, mint Budapesten. Nekem mindig jó egy ilyen találkozás, és akkor mindig kötöm valamihez, hogy itt tudom összerakni, hogy melyik. Úgyhogy itt nagyon szeretek lenni. Tizennyolc éves fennállása során először jutott el Szexárdra a Canaro zenekar az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Köszönjük Magyarország nevű pályázat berkein belül. Kulturális felfrissülést jelentett a nézőnek a tangó, swing, bossanova stílusban feldolgozott, ismert dallamokból álló koncert. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mentővet dobott azoknak az alkotóknak, akik a pandémiás időszakban elveszítették a közönségükkel való találkozások lehetőségét. Ez nem csak a kulturális életben jelentett hiányt, de anyagi veszteségként is éri az alkotókat. Az Emmy által kiírt Köszönjük Magyarország nevű pályázatot sokan kihasználják. Így jutott el a Canaro zenekar is Szexárdra, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Ide Szexárdra a Köszönjük Magyarország program keretében jutottunk el. Az itteni szervező keresett meg minket, hogy szívesen látna minket. Látott már az elmúlt években egy-két közelebbi helyszínen minket játszani, szereti a zenekart és meghívott minket. A zenekar nagyon régóta létezik már, kicsit változott a felállás, de ez egy nagyobbacska baráti társaságnak a zenei vetülete tulajdonképpen. Régóta ismerjük egymást, nagyon szeretünk együtt játszani. Ha éppen nem játszunk, akkor is összejárunk, úgyhogy remélem ez a baráti hangulat ezen a koncerten is majd hallható lesz. A Canaro együttes 2002-ben alakult, akkor még duóként működtek. Nagyon sokáig egy duó volt, harmadik a hegedű duó, Pagonyi Andris, Szakár Tamás álnevekkel csináltuk. Néha szaladtunk a rendőrök elől, néha nem, néha hallgattak minket.
És akkor így körénk gyűltek kiváló zenész barátok. Andrisnak az ismerettsége köréből, meg a bátyám, Szakály László is benne volt a zenekarban, egy darabig az ő ismerős köréből is. Egyre többen hallották, hogy mi mit csináltunk, és kedvük lett csatlakozni hozzánk, és hát most már több 15 éve megmaradt egy erős baráti kör, egy erős mag, akivel ezt csináljuk. Andris sajnos már nincsen a zenekarral, nagyon sajnál mindenki, de maga az életérzés, az megvan, amiről szól az egész. Tehát a zenekar ugyanúgy megszólal minden hangosítás nélkül bárhol, és ez nagyon kevesen mondhatják el magukról. Ez az akusztikus hangzás felé való törekvés volt a közös pont, meg a zenéhez való ugyanaz a fajta hozzáállás, és így lettünk barátok és zenésztársak. A zenekar repertoárját számos stílussal gazdagította már, így igazán különleges hangzással szórakoztathatja hallgatóságát. Az ismert dallamok a swing, a tangó és a bossa nova stílusával ötvözve kerülnek feldolgozásra a jazzre jellemző zenei szabadsággal. Két akusztikus gitár, kifejezetten manus jazz gitár, Django Reinhardt-tól leginkább ismerhető stílus, ez a francia-belga cigányok játszák. Gypsy jazz néven is lehet ismerni. Hegedű, ami ebben a stílusban szintén meghatározó hangszer. Hegedűsünk Tamás énekel is. Dobfelszerelés, ami a 20-as, 30-as évek dobfelszerelése, nem a mai hangszerek szerepelnek benne, és én pedig nagy bőgözöm. A zenekar stílusa többnyire Django Reinhardt munkássága körül forog, bár attól így néha elkalandozunk, úgyis beleötvözzük a magyar kávéházi zene hangulatát, tehát így ezt a, hogy is mondjam, ilyen békés, boldog békeidőknek a tánczenéje, ahogy meg lehetne fogalmazni a zenekart talán. Általában akusztikusan lépünk fel, itt is ez a koncert is olyan, hogy nincs túl hangosítva, hanem egy ilyen kis a kellemes eredeti hangképet próbáljuk visszaadni. Canaro zenekar, azt hiszem az egyik leghangulatosabb zenekar a Föld golyóbison. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!